5. esztendeje rendezik meg a Város napját Bátaszéken. A rendezvény nyitó programjának ünnepi testületi ülésén adták át a város által alapított díjakat. Az idei esztendőben 5-en vehették át a Pro Urbe díjat, de emellett a kiváló köztisztviselői, pedagógusi és sportmunkáért, valamint a közbiztonságért és a közjóért tevékenykedők is elismerésben részesülhettek. Bozsodik Robert polgármester ünnepi beszédében arról szólt, minden nehézség ellenére a város fejlődési pályán tudott maradni az elmúlt 5 esztendőben. Ez a városról szól, tehát arról a közösségről, aki itt élt 877 éve, itt él napjainkban. Ezt a kötődést, a városhoz való kötődést, ezt az identitástudatot próbáljuk erősíteni, mert úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van a bátaszékieknek is, mint általában minden embernek a gyökerekre, a kötődésre. A hivatalos programot követően kulturális rendezvények követték egymást. Ennek keretében nyílt meg az a kiállítás, mely a város ma már nem létező területeire emlékezett vissza. Ezek a települések kis falu volt, tulajdonképpen 30-40 házzal, lakóházzal, de normális életvitelre létező lakóházak. És hát el lehet képzelni, hogy ott, ahol mondjuk nincs szilárd burkolatú út, akkor vagy sár van, vagy nagy por van, vagy hát érdekes dolgok történtek azért, de amellett jó volt ott élni. A résztvevők száma jelezte, hogy Le Perd, Dömölkapu és Dolina emléke ma is él a bátaszékiek emlékezetében. A Város napja alkalmával bemutatkoztak a Bátaszéki Nemzetiségek kulturális csoportjai, és a közönség elé állt a nemrégiben újra szervezett Amatőr Színjátszótársulat, akik Vörös Marti a Fátyol titkai című vígjátékával mutatkoztak be a közönség előtt.